Energia. Nem tart örökké. A 70-es évek elején átléptük a Föld ökológiai eltartó képességét. Túlhasználtuk erőforrásait. A világon 2015-ben már naponta 10 millió hordóval kisebb lesz a termelés a szükségesnél. A 2030-as években pedig az akkori napi 118 millió hordós igénnyel szemben csak 100 millió hordó nyersolajat fognak kitermelni. A legfrissebb felmérések szerint az emberiség ellátásához már most közel másfélszer ekkora bolygóra lenne szükség. Én nagyon örültem neki, hogy a Nemzeti Energiastratégia elkészült, hiszen ez 2030-ig rögzíti a fő fejlesztési irányokat, és 2050-es kitekintéssel készült, tehát valóban hosszú távon gondolkozik. Ebben a Nemzeti Energiastratégiában le lett fedve úgy az energia termelése, elosztása, mint felhasználása, tehát komplex módon kezeli az egész folyamatot. Tulajdonképpen egy optimalizációs stratégia optimalizálja az ellátásbiztonságot, a versenyképességet és a fenntarthatóságot. Én azt hiszem, hogy nem csak eszközökről és megoldásokról van itt szó, hanem szemléletmódról. Sok minden mi nem is tudunk ma, amik létre fognak itt jönni az elkövetkező években, évtizedekben. Németországban, ahol a fotovoltaikus, tehát a napelemes erőművek sokkal elterjedtebbek, és minden második családi házon lehet látni már Dél-Németországban ilyen paneleket. Vannak olyan pillanatok az áramtőzsdén, amikor fizetnek azért, hogy valaki vásárolja az áramot, hiszen többlettermelés van. Aztán természetesen vannak olyan időszakok, amikor lényegesen drágább a villamos áram. Tehát ne csak a fizikai eszközökre gondoljunk itt, amikor a jövő energiastratégiájáról beszélünk, hanem valóban eljárásokban, számlázásban, magatartásban rengeteg változás fog itt bekövetkezni. Országunk energiaellátása 81,9%-ban szorul rá a fosszilis energiahordozókra. 12,6%-ban támaszkodik a nukleáris energiára, de csekély a megújuló energiák részaránya, viszont számottevőek a geotermikus energiatartalékaink. Magyarország nem energiafüggetlen, sőt azt lehet mondani, hogy rendkívül ki vagyunk szolgáltatva energiaellátás szempontjából a külföldnek, hiszen csak gáz esetében 80%-át importáljuk a magyarországi gázszükségletnek. Már ez önmagában egy elegendő érv kellene legyen ahhoz, hogy ne csak a fosszilis energiákra tegyünk, hanem a megújuló energiákra is. De mondanék egy másik érvet, hogy miért fontos ez. A kőkorszak se azért ért véget, mert elfogyott a kő, hogy egy szaudi olajmilliárdost idézzek. A lényeg emögött, a kijelentés mögött az, hogy nem azért kell csak foglalkoznunk azzal, hogy ne gázzal, ne olajjal, ne szénnel fűtsünk, hajtsunk meg mindent, hanem használjunk megújuló energiákat is, mert ez a világ egy technológiai váltás előtt áll, és azok az országok, akik időben be tudnak kapcsolódni ezekbe a folyamatokba, azok jót tesznek gazdaságuknak, jót tesznek az ott élő embereknek, és nagyon jót tesznek a természet. A megoldás a mi kezünkben van. A mi döntéseinken múlik a jövőnk. Nem elég energiatakarékos eszközöket vásárolni, ugyanolyan fontos, hogy figyeljünk a használatukra is. A feleslegesen bekapcsolt tévék, az égve felejtett izzók, a standby készülékek az energiafogyasztásunk harmadát is jelenthetik. Létre kell jönni annak a kritikus tömegnek, amely képes az energiaszolgáltatókat és mindenféle energiaforrással foglalkozókat arra kényszeríteni, hogy a megújuló felé mozduljanak el. Innentől kezdve semmi más nem tudok javasolni minden felelős állampolgárnak, aki felelős a saját gyerekeiért, hiszen tőlük kaptuk kölcsön ezt a planétát, hogy próbálja meg úgy átalakítani az életét, ahogy például nekem sikerült, mindösszesen 15-20%-ban változtattuk meg az életünket és a háztartásunkat, de az, hogy napkollektort szereztünk a ház tetejére önkormányzati támogatással például, az, hogy energiatakarékos körtéket használunk, az, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, az, hogy a WC öblítés az két billentyűs van, egy kisebb meg egy nagyobb víztartalom, az, hogy most keressük annak a lehetőségét, hogy a esővizet miként tudjuk hasznosítani, mind-mind erről az energia helyzetről szólnak, és hogyha mindenki a saját lehetőségeihez képest megtenni azt a keveset, akkor jönne létre az előbb említett nagy-nagy kritikus tömeg. A világ energiaigénye 2050-ig megkétszereződik. Bár az alternatív energiaforrások fokozatosan egyre jelentősebbé válnak, de az olaj és a gáz továbbra is le fogja fedni az energiaigény nagy részét. Ha ilyen tempóban folytatjuk a környezet kizsákmányolását, 2030-ra a kutatók valóban apokaliptikus víziót vetítenek majd elénk, már két bolygónyi lesz az ökológiai lábnyomunk. Ez azt jelenti, hogy súlyos veszélyben van a jövő nemzedékek élete.
hogy lesznek ezek túlélők, valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul.